A kormány több programmal is támogatja a fiatalok elhelyezkedését, mondta el a találkozón az ifjúságpolitikáért és esélyteremtését felelős helyettes államtitkár. Ilyen az ifjúságvédelmi garancia program, amelyben 180 ezer fiatalt szeretne elérni a kormány. Eddig mintegy 60 ezeren vettek részt a programban, amely főként a 25 év alattiak elhelyezkedését támogatja. A foglalkoztatók csak 2016-ban 24 milliárd forint kedvezményben részesültek, de a program képzési lehetőségek is tartalmaz. A vidéken élő lakosság megtartásához viszont egyéb programok is kellenek, hangzott el, hiszen az elvándorlás a kisebb települések elnéptelenedéséhez vezethet. Mi arra törekszünk, és azt kívánjuk támogatni, hogy a fiatalok azok helyben tudjanak boldogulni, és akár haza tudjanak költözni, hogyha felsőfokú tanulmányaikat nem is otthon végezték. Most a január 17-én jelent meg az Esély Otthon című program, ez az EFOP keretében fog majd megvalósulni, és ebben az a célunk, hogy a 3000 főnél nagyobb, de 20000 főnél kisebb lakosságszámú településeket kívánjuk támogatni. Az önkormányzatok lesznek a fő kedvezményezettjei ennek a programnak, vagy ennek a projektnek, és az önkormányzatok akár lakáscélú beruházásokra is tudnak pályázni, illetőleg a fiataloknak az elhelyezkedését tudják támogatni. A találkozón szóba került a fiatalok mobilitásának segítése is, amely a megújuló ifjúságpolitikai stratégiai tervben is szerepel, mondta el a helyettes államtitkár. A cselekvési tervben a média tudatosságra nevelés, a fiatalok és családjaik megerősítése kiemelt helyet kap. A generációkat érintő kérdésekre válaszokat adunk, válaszokat ad a politika, és hát nagyon fontos gondolatokat hallottunk olyan állami programokról, Európai Uniós segítsége is megvalósuló állami programokról, amelyek pályázati formában ösztönzik azt, hogy a fiatalok vidéken, falun, kisebb közösségben találják meg a sorsukat, boldogulásukat, hiszen ez egy nagyon fontos cél mindannyiunk számára, hogy ezek a vidéki közösségek megmaradjanak, fejlődjenek. A találkozón a panelbeszélgetések, a generációk közötti párbeszéd, a fiatalok közéleti szerepvállalása köré csoportosultak.